Gyerekcipőben jár még a húsmarha tenyésztése Vajdaságban, annak ellenére, hogy a természeti adottságok kiválóan alkalmasak erre a régióban. Hogy a mai árfolyam is, hogy alakulnak itt a hízó marhánál, egy kicsit olyan mínusz felé taszolt bennünket, de még azért inkább a pluszba vagyunk. De annyira nem mondhatnám, hogy jó felé halad a dolog, mivel hogy a gabonárak is lent vannak, tehát a jószágára is egy kicsikét csökkenőben van, és itt most már azok a differenciák, amik vannak a kis borjú vásárláskor és az eladáskor, nagyon közel vannak egymás. A konferencia egyik neves külföldi előadója Pomikál István, a Szlovák Húsmarha Tenyésztők Szövetségének korábbi elnöke volt. Előadásában kiemelte, a jelenlegi szerbiai helyzet nagyjából a 25 évvel ezelőtti szlovákiaihoz hasonló, amikor is tizedjére csökkent a marha fogyasztása. Szerinte a biztos jövő alapja a családi vállalkozásokban rejlik. A világpiac az globalizálódik és nagy, és nagyok lehetünk különféleképpen, de a termőföld az már jönni nem fog. Most az, hogy a termőföldet ezren tulajdonulják, vagy egy tulajdonulja, vagy kettő tulajdonulja, az nem mindegy. Ha a piacra akarunk lépni, akkor egy bizonyos volument el kell érnünk. És a családi vállalkozásoknak, a családi mezőgazdasági termelésnek egyszerűen nincsen párja, mert az a legerősebb és a legelhivatottabb termelési folyamat és a legbiztonságos. Tavaly nagyon jó jeleket mutatott a húsmarha szerbiai kivitele, hiszen Törökországba is megindult az export. Ugyanakkor ebben az évben ez a folyamat eléggé megrekedt. Tudjuk, hogy a fiatalok nehezen fognak a marha tenyésztésbe, legyen az húsmarha, legyen az fejőstehén, mert ugye itt nagyon sok mindennapos munkával jár, és akkor elég nehezen fognak neki a fiatalok, idősek kiidősödünk, kiöregszünk úgymondva lassan, és akkor itt ugye nagyon el kell gondolkozni azon, hogy valamilyen támogatást, vagy egy biztos piacot tanálnánk, vagy tudnánk magunk mögött, ami egy kiegyensúlyozott árat tudna hozni, ami biztos jövedelmet, ha akár minimális jövedelmet is, de biztosítana egy kiegyensúlyozott árat. A Húsmarha Tenyésztők Egyesületének elnöke hozzátette, az elmúlt években sikerült egy jó genetikai állományt kifejleszteni az országban. A szaporító anyag minőségét is emelni tudták, azonban a kiélezett piacnak köszönhetően a vajdasági húsmarha tenyésztés jövője csak is az összefogásban rejlik, hangzott el a konferencián.